Vajon mi zajlik le egy nő lelkében, ha elhagyják? Ha élete társa egyik pillanatról a másikra megszűnik létezni? És mi történik akkor, ha a gyászidőszak után ez az ember újra bekopogtat az ajtón? Hály János, a Halott ember című darabja ezeket az érzéseket tárja a nézők elé, méghozzá nagyon egyedi módon, egyetlen ember nézőpontjából. A Mészáros Sára által megformált karakter nagyon érdekes kérdéseket vet fel a látogatókban. Hogyan lehet túlélni valakinek az elvesztését, és még inkább a föltámadását? A történet csak szép apránként Anna visszaemlékezéseiből áll össze. Tehát, hogy a sztori maga, ez talán ennyi, hogy háborús időkben vagyunk, kis magyar falu, ahol az a férfiak már elmentek a frontra, asszonyok vannak egyedül, gyerekekkel, és várják haza a férfiakat. Gyerekek a postánál ülnek, ugye, és várják a hírt apáról, asszonyok végzik a dolgukat, teszik, és a mi családunk kap egy üzenetet, egy táviratot, hogy hát meghalt, és akkor haza is kerül, megtörténik az eltemetés, és telnek az évek, férfiak hazajöttek, aki életben maradt, és hazajön a mi családfőnk is, nagy meglepetésünkre, és a lényeg innen indulna igazából, hogy hogy tudnak ezzel mit kezdeni, és a mi esetünkben mit nem kezdeni ezzel a helyzettel, és hogy történik meg mégis ebben a gyilkosság. Itt vagyok, látod, megjöttem. Legyünk megint hárman. Annuska, gyere! Olyan az ember, hogy hát akkor persze tudom, hogy él. És akkor nem törülöm el az emlékét. Hály János maga írta már a dramatizált szövegkönyv első oldalán, írta arról, hogy nem akarja megnevezni konkrétan, hogy ez melyik háború, és igazából ő minden olyan férfira gondol, különben, azzal együtt, hogy az eseményeket mégis háborús időbe helyezi, minden olyan férfira, aki kilépett és vissza akar lépni. És minden olyan nőre, aki ezzel tud mit kezdeni, vagy nem tud mit kezdeni. És innentől kezdve meg talán minden egyes ember életében ez legalább egyszer, vagy a nagyon szerencséseknek, nem? Így előfordul, és talán itt lehet vele azonosulni akkor is, ha így konkrétan eddig még szerencsére nem élünk így háborús időket. Itt mi. Igen, táncolunk! Az érzelmi viharok a legnagyobb katarzist kiváltó helyzetek okozója a férj, aki bár szintén emlékekben jelenik meg, valójában a Mócsi Zoltán által megformált karakter testi valójával is színpadra áll. Igaz, inkább túlvilági kísértés formájában. Az ő megjelenése dramaturgiai szempontból a leglényegesebb, hiszen a tárgyilagos elbeszélés ritmusát ő töri meg érzelemdús megnyilvánulásaival. Azt kérdezte, fázol-e? Én voltam, hogy igen. Akkor mondta, hogy szeret. És megjelent a nedves tulajdonképpen. Hozzányom, hogy végül. A Szkéni Színházban bemutatott a Halott ember című darabot. Mindenképpen érdemes megnéznie azoknak, akik szívesen merülnek el a jellemábrázolás, valamint a lélektan rejtelmeiben.